Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem Vízi László Tamás, a Kodolány János Főiskola oktatási rektor helyettese, történész tanszékvezető főiskolai tanár. Szép jó estét, szervusz! Jó estét kívánok! A témánk pedig a közelmúltban megjelent könyv, a könyv hét végén. Azt hiszem, hogy ez nagy becsben tartjuk azt a pillanatot, amikor beleolvashattunk a sérelmi politizálástól, a nemzeti összetartozásaik 90 esztendő Trianontól, ha úgy tetszik, Aponyi Alberttől Kövér Lászlóig. De mielőtt erről beszélgetnénk, essünk neki, evezz a mélyre, egy kicsit foglalkozunk azzal, hogy hogy alakult ki egy veszprémi srác történész karrierje, hiszen ez azért egészen különleges Vízi László Tamás esetében. Ha csak azt vesszük, hogy az apai nagypapa az Rágrából induló indítatás is milyen fontos, mennyire közrejátszott ebben? Ez így igaz, hát az én apai nagypapám volt az, aki meghatározta ezt a fajta érdeklődési körömet. Nagyon sok időt töltöttem vele, mint kisgyermek, és hát ő miután megjárta a poklok poklát sok helyen a 1918-as kitelepítéstől a vagonlakáson át, az új magyar honvédség megszervezésén keresztül, a felvidéki és az északerdélyi bevonuláson át hazatért a Donkanyarból éppen és egészségesen. Nos, hát én az ő történetein és elbeszélésein nőttem fel, úgyhogy azt gondolom, hogy teljesen egyenes irányú volt az a folyamat, hogy én a történelmemmel kívánok foglalkozni. Nagyon fontos, hogy általános iskolai tanárként kezdted a pályafutásodat, aztán íve lett az egész történetnek, hiszen 2000, a jogásságról ne beszéljünk, mert az mellékszál szerintem, viszont 2004-ben a PhD fokozat már megvolt, és 2014-ben a kövest példájukat vitéz elejédnek. Ezt csak azért hozom fel, hiszen különleges az a történész számunkra, de szerintem mindenki így gondolja, aki három kor történetével is foglalkozik, méghozzá MS szinten, hiszen a hely és vár történet, a török kor, a napoleoni háborúk, illetve a közelmúlt, a két háború és a háború köztes időszak is magas szinten foglalkoztat. Hogy lehet ezt, hogy alakult ez ki? Ezt én úgy magyaráznám, hogy ahogy említetted, én általános iskolába kezdtem 1985-ben itt Székesfehérváron tanítani, majd egy szakközépiskolában, utána a Tóparti gimnáziumban és 2000-től a Kodolány János Főiskolán. Na most aki a történelem tanári pályán van, az valójában minden évben végig tanítja a magyar és egyetemes történelem teljes palettáját. Így aztán valójában minden korban és korszakban valamelyest otthon van. Én annak idején a 16. századi vártörténettel kezdtem el foglalkozni. Ennek két oka volt. Az egyik az, hogy a Balaton felvidéket viszonylag jól ismertem. A másik pedig az, hogy nekem apai jó barátom volt Veres D. Csaba, a kiváló történész, aki szintén vártörténettel foglalkozott és veszprémi volt. Nagyon sokat dolgoztunk együtt, sokat jártunk, keltünk, terepet jártunk be Veszprém megyében, aztán később itt Fejér megyében is. Tehát ez volt az egyik ilyen kiindulási pont. Aztán ugye nagyon gyorsan rá kellett jönni, hogy 16-17. Századdal gyakorló tanárként mélységi kutatásokat hosszú távon nem lehet elvégezni. Tehát valamilyen másik korszak felé kellett kacsingatni. És megint Veres D. Csabát hozom, aki 80-as évek végén, amikor az utolsó magyar nemesi inszurrekció történetének az évfordulója volt 1989-ben, akkor bátorított arra, hogy a Fejér megye inszurrekció történetét írjam meg. Hát meg valószínűleg beleremegtem, meg minden bajom volt, mert nem igazán szerettem én ezt a korszakot, de hát a Csaba addig nógatott, amíg én ezt elkezdtem csinálni, és hát szerencsére persze hosszú évek kellettek hozzá, de ezt feldolgoztam, és hát ebből lett az én PhD dolgozatom is, majd aztán ennek az átalakításával kicsit olvasmányosabbá, népszerű formába öntve jelent meg ez a kötet, amire utaltál. No. Az utolsó korszak, az pedig valójában ahhoz kötődik, hogy én a Kodolányi Főiskolára, amikor oda kerültem, akkor a Társadalomtudományi Tanszék vezetésével bíztak meg, és ennek a tanszéknek volt a feladata a nemzetközi kapcsolatok szaknak az ápolása. Tehát ezt a szakot kellett valójában a semmiből felépíteni, és azt gondolom, hogy ez egy országosan, sőt nemzetközileg is egy ismert szakká vált,
És itt olyan tantárgyakat kellett tanítani, mint magyar külpolitika, magyar politika történet, új és jelenkori egyetemes történelem, és adja magát a 20. századi magyar történelem nem érthető meg Trianon nélkül. Tehát Trianon az egy olyan a 20. századi magyar históriában, mint a kályha, a kiinduló pont. Aki Trianont nem érti, nem érzékeli, nem tudja a helyén kezelni, nem tudja a következményeit elemezni, az nem érti az egész 20. századot, de a 21. századot sem. Tehát Bolyai János után szabadon a semmiből egy új másik világot teremtettem. Hadd idézzek. Nosztalgik, neuralgikus és nemzedékek számára megkerülhetetlen a szembenézés, hiszen bennünk él, s több generációban szinte genetikailag kódolt múltbéli esemény, mármint Trianon. Ezt Vizi László Tamás mondta 2005-ben. Akkor már szinte bizonyossá vált, amikor én ezt elolvastam a korabeli cikket, egyébként Tihanyi Tamás barátom készítette, és hogy ennek volt előzménye, tehát ez a kötet a sérelmi politizálástól a nemzeti összetartozásig, ennek megvolt a mélysége és hosszas előkészületet igényelt. Ahogy fogalmaztál, hogy jószerivel mindenkinek kell ezzel foglalkoznia, hiszen még egy idézet, hogy csak megértse a kedves néző is, hogy mire gondolok. 1920-ban, azon a napon, amikor kihirdették az ítéletet, a 8 órai újság ezt írta. E pillanatban nagy búcsúzkodás folyik. 4 millió színmagyar idegen gúnyába öltözötten könnyes szemmel tekint a soktornyú Budapest felé. Búcsúznak a Kárpátok, az erdélyi tölgyek és a bácskai fekete rögök. Most ennél sokkal szomorúbb volt a helyzet, és amikor ez a kötet megjelent, én azt mondtam és azt is írtam, hogy ez hiánypótló, hiszen a Trianontra vonatkozó legfontosabb pillanatot vetted górcső alá, és nem álltál meg itt, hanem eljutottunk 2010-ig a nemzeti összetartozásig. Kezdjük a Trianonnal. Ugye arról beszéltünk, hogy ez mindenki számára fájó pont, neuralgikus, ahogy tetszik. Hogyan lehet felépíteni egy ilyen kötetet, hogy mindenki számára olvasható legyen, ugyanakkor tudományos alapossággal történjék meg? Én abból indultam ki, amit említettél, hogy ennek a kötetnek azért egy nagyon komoly előtanulmányai voltak. Éveken keresztül foglalkoztam én ezzel a kérdéskörrel, kezdve a békediktátum aláíróinak az élettörténetével, folytatva Aponyi Albert 1920. januári beszédének az elemzésével, azokkal az érvekkel, azzal az Aponyi féle érrendszerrel, amelyel a trianoni békediktátumot oponálta, és ahogyan kezelte, ahogyan érvelt Trianon ellen. Aztán folytatódott ez a folyamat úgy, hogy dolgoztam a trianoni békediktátum ratifikációjának a folyamatával, dolgoztam, kutattam ezt a kérdést, hogy 1920 őszén milyen nehézségek árán sikerült a magyar nemzetgyűlésnek becikkelyezni szinte kötelező érvényűen. Aztán folytattam azzal, hogy egyáltalán a két világháború között hogy is viszonyult a magyar politikai elit Trianonhoz. Milyen kritikát fogalmazott meg, milyen mozgástere volt Magyarországnak 1920 után. És hát eljutottam odáig, hogy a két világháború közötti időszak végén, ugye 4 alkalommal is sikeres revízió került végrehajtásra 1938 és 1941 között, hogy ennek milyenek voltak a nemzetközi összefüggései. Azt a II. Világháború idején a nagyhatalmak hogyan is gondolkodtak arról, hogy hogyan kellene ezt a térséget esetleg a II. Világháború után újra rendezni. Mik voltak azok a nemzetközi erőviszonyok, amelyek ebbe beleszóltak, amelyek meghatározták ennek a térségnek a jövőjét. És szembe kellett nézni azzal, hogy valójában sem ezek a nagyhatalmi támogatással megvalósult revíziók, sem az internacionalizmus által kínált megoldás, ez nem vezetett sehova, nem vezetett eredményre. Valami mást kellett, valami újat kellett tenni, és én azt gondolom, hogy ennek egy nagyon szép példája a 2010-es nemzeti összetartozásról szóló törvény. Tehát ennek a munkának van egy íve. Ezekről a kérdésekről én kisebb, hosszabb, nagyobb tanulmányokba korábban már értekeztem. Ezeket próbáltam úgy összegyúrni, hogy egységes egész legyen belőle, hogy ahogy te is írtad, vagy mondtad, hogy
emészthető legyen, ne csupán egy szaktudományos munka legyen, bár nyilván az, hiszen több mint fél ezer lábjegyzet színesíti ezt a munkát, de hogy bárki kézbe veszi, valójában egy olvasmányos munkaként tudja hozzá közeledni. Igen, ez bizonyítja az alaposságot feltétlenül, tehát a lábjegyzetek is. Ugyanakkor nagyon fontos kérdés, hogy a történész miként érinti meg például Versailles, a Fekete Város, az a brutális, a diktátum brutális durvasága, amit ma is emlegetünk, nem feltétlenül ilyen kedves szavakkal. Hát nehéz kibújni az embernek a bőréből, tehát a történész, ugye a híres tacituszi mondás szerint, ugye a Sinai Red Studio, tehát a harag és elfogultság nélkül kell, hogy közelítsen a témájához. Ez szakmailag így is kell, és így lenne a helyes, de nem lehet ebben a kérdéskörben azt gondolom, nem lehet elvonatkoztatni azoktól az eseményektől, amik például 1920. június 4-én ott a délutáni órákban a Grand Trianon palotában történtek. Tehát amikor én rekonstruálom 1920. június 4-ének a napját, amikor megpróbálom óráról órára bemutatni, hogy mi is történt és hogyan történt, egyszerűen nem tudsz elvonatkoztatni attól, hogy szinte ott látod magad, ott vagy a Benárd Ágosttal, a Drasse Lázár Alfréddal, a Praznovszki Ivánnal, a Vecstein Jánossal, a Csáki Imrével, a Bobrik Arnóval, akik szerencsétlenek ott vannak, és a történelem rájuk osztja ezt a szerepet és ezt a feladatot. Szinte ott állsz mellettük, és átérzed azt a milliót, ahogy a remegő kézzel írják alá a trianoni diktátumot. Nem lehet ez alól az érzés alól kibújni. Egyébként, hogy mennyire alapos ez a mű, most, hogy felsoroltad az aláírók, illetve a küldöttség részvevőinek a nevét, a köznapi ember számára Aponyin kívül jószerivel ismeretlenek. Hadd kérdezzem meg, ezt csak közbevetem, hogy ez szándékos vajon? Hogy nem foglalkozunk, nem gondolunk azokra, akik ezt végül is aláírták, kényszerből tették, ez úgy rendben van. Hát nyilván ugye a trianoni kérdéskörnek talán ugye a legeklatánsabb példája, eseménye ez a bizonyos 1920. január 16-i aponyi beszéd. Tehát, hogyha az egész folyamatból valami pozitívumot akarunk kiemelni, vagy úgy gondoljuk, hogy amire igazán büszkék lehetünk ebbe a folyamatban, az Aponyinak a beszéde. És nem beszélve arra, hogy Aponyi a korszak egyik meghatározó magyar politikusa. Nem véletlen, hát szóba kerül, mint a esetleges kormányzónak a személye. De az 1920 utáni pályafutása, az ő a politikai doaenje, mint első számú politikai vezető, meghatározó. Azok, akik ott vannak 1920. június 4-én Trianonban, ők valójában a politika és a szakpolitika mindennapi szereplői. Tehát például Praznovszki Iván, aki később francia, párizsi magyar követ lesz, ő a békedelegáció főtitkáraként a napi működését a békedelegációnak azt irányítja. Vagy ott vannak a követségi tanácsosok például, a Wettstein, vagy ott van a Csáki, aki később ugye Magyarország Teleki Pál kormányába külügyminiszter lesz, és az első bécsi döntésnél ott van Teleki mellett a Belvedere palotában. Vagy maga Benárd Ágost, aki a kormánynak, ugye a Simonyi Szem Adam kormánynak a munkaügyi és a népjóléti minisztere, és valójában rá esik egyszerűen a választás, hogy el kell mennie. Vagy Drasse Lázár Alfréd, aki egy szakdiplomata, aki egy karrierdiplomata mai kifejezéssel élve, aki valójában a külügyminiszter általános helyetteseként szerepel. Önnek egyszerűen ez a szakfeladata, hogy oda menjen. A kérdés persze az, hogy miért ők írják alá, és miért nem beszélünk róla. Felnyitunk egy Trianonnal kapcsolatos könyvet, kötetet, ezeket az embereket meg se említik szinte. Sőt, olyanokat írnak, hogy Apony írta alá a békeszerződést, hogy Telek írta alá a békeszerződést, nem ők írták alá a békeszerződést. Nagyon egyszerű oka is van ennek. Mindazonáltal ők vállalták volna az aláírást. Apony is vállalta volna, Telek is vállalta volna. Ők azt mondják, hogy amikor elvállalták azt a feladatot, például Aponyi, hogy ő vezeti a magyar békedelegációt, vagy Teleki, amikor elvállalta azt, hogy ő a kormány külügyminisztere lesz,
akkor ő számolt azzal, mind a kettő, hogy ezt alá fog, hogy ha a békediktátumot valakinek, nekik alá kell írnia. Az egy más és érdekes dolog, hogy ezt miért nem tették mégsem meg. De ebben már nagy hatalmi konstellációk is benne vannak. Például a francia, Budapestre akreditált francia megbízott egy Maurice Fouché nevű úr, nagyon kiválóan értett a magyar ügyekhez. Ő például, amikor meghallotta, hogy Teleki menne neki aláírni a békeszerződést, és akkor határozottan tiltakozott. Bement egyenesen a kormányzóhoz, és megmondta, hogy Teleki nem mehet, mert félt attól, hogy ha Teleki aláírja, hazajön, lemond, akkor a kormányból távozik az egyetlen olyan személy, aki francia orientációi volt a 20-as évek elején, ezt kevesen tudják, és ez Teleki Pál volt. Tehát nagy hatalmi konstellációk is mozogtak. Mozgott olyan érdekesség is, hogy olyan miniszter nem jöhetett számításba, aki párt, vezető pártpolitikus volt, mondjuk a Kisgazdapárt vezető politikusa volt, hiszen még visszavoltak az 1920 őszén választások, ugye a megszállt területeken, a tiszántúli területeken. Tehát azt később egy választási kampányban könnyen fel lehetett volna egy vezető politikussal szemben használni. De nem jöttek számításba olyan miniszterek sem, akik az elcsatolandó területekről jöttek, ott születtek. Mert ez, ennek meg milyen üzenete lett volna. Tehát nagyon nehéz volt kiválasztani azokat a személyeket, akik valójában áldozatok voltak, és Benárd is áldozat ebből a szempontból. És nem igaz, hogy ő távozik a politikai életből, ő ott marad a politikai életben, nagyon komoly szerepet játszik, és a Teleki kormánynak is minisztere lesz, hogy aztán majd a 30-as években, ugye a gömbös kormány időszakában valójában ő készítse el a gömbösi szociálpolitikai programot. No, menjünk tovább. Tehát a következő időszak az feltétlenül Horthy kormányzósága egészen a II. Világháború kitöréséig, ha úgy tetszik. Igen, én itt három momentumot emelnék ki a Trianon kezelésével kapcsolatban. Három alternatíva fogalmazódik meg. Az egyik a mindent vissza, ez a nem-nem soha és mindent vissza alternatíva. Ez az úgynevezett integrális revízió, tehát az integrál Magyarország visszaállításának a programja. Én azt gondolom, ez a 20-as évek közepéig, bár nincs meg neki igazán a nemzetközi háttere, hogy egy ilyen programot meghirdessen a magyar külpolitika, de ismerve Bethlen István miniszterelnök írásait, beszédeit, én azt gondolom, hogy a hivatalos magyar külpolitika az integer Magyarországról nem mondott le. A második lehetőség, ugye ez az etnikai alapú revízió. Amikor ugye ismerős, ugye a vörös térképet, hogyha elővesszük, ugye a Carte Rouge az mindenki ismeri, ugye a Teleki által készített térkép, hogy a határmenti nagy magyar tömbök visszacsatolására van szükség, plusz egy etnikai korridorral, egy etnikai folyosóval a Székelyföld visszacsatolása. Tehát ez az etnikai alapú revízió. És van egy nagyon, tehát ezt az etnikai revíziót egyébként nagyon sokan támogatják, például brit elképzésük, a Rotermerfére akcióban is ezek merülnek fel. Számos terv, ami a két világháború között készül, szakértők részéről, vagy szakpolitikusok részéről, azok mind-mind szinte kivétel nélkül ezt a fajta etnikai revíziót próbálják érvényesíteni. És tudjuk, hogy mégis ez fog bekövetkezni 1938 és 1941 között. Viszont van egy harmadik nagyon érdekes koncepció, ami egy személynek a nevéhez fűződik, és ez Gömbös Gyula. Méghozzá Gömbös miniszterelnökségének az idejére tehető, és nem is kap nyilvánosságot, nem is kap publicitást, pont a tartalma miatt. Hiszen Gömbös azt mondja, hogy akkor lesz egyensúly és rendezett állapotok Közép-Európában, hogyha a közép-európai országok gazdasági és biztonságpolitikai erőviszonyai paritásban vannak egymással. Tehát olyan közép-európai államokat kell létrehozni, és úgy kell meghúzni a határokat, hogy ezek a gazdasági érdekek és a biztonságpolitikai érdekek egyaránt mindegyik országnál érvényesüljenek. És ez a magyarázat annak, hogy a gömbösféle elképzelésben például számos színmagyar területről inkább lemondana, annak érdekében, hogy komoly gazdasági erőforrások jussanak vissza Magyarországhoz. Tehát ez a három verzió működik a két világháború között. És akkor ugye 1939-ig eljutunk. Nyilvánvaló, hogy 1945-ig, bár ott megvolt az az időszak, amikor mi visszacsatoltunk a területeket, de a békeszerződések aláírása után megint csak szóba se kerülhetett.
Igen, szóval ne felejtsük el, hogy az 1938 és 41 közötti négy területi revízió eredménye az nagyhatalmi támogatással született meg. Tehát az mindegyik német-olasz döntőbíróságnak az eredménye, vagy az utolsó, ugye a délvidéki visszacsatás, tehát már egy háborús körülmények között zajlott le. Tehát nagyhatalmi támogatás, nem kétoldalú, nem magyar-szlovák, magyar-csehszlovák, nem magyar-román, bár voltak tárgyalások, ugye tudjuk, Révkomáromi, Turnu-Severini tárgyalások, ezek nem vezetnek eredményre. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nagyhatalmi, méghozzá a fasiszta Olaszország és a nemzeti szocialista Németország. Na most ugyanakkor azt kell mondani, hogy ezek a határmódosítások, ezek a visszacsatolások közelítettek az etnikai, sőt szinte számos helyen az etnikai elveket maximálisan követték is. Tehát nem véletlen, hogy amikor a háború alatt a brit és az amerikai békeelőkészítők tervezgetik, hogy esetleg mi legyen az új magyar határ, mert ugye ők is érzékelik, hogy az a határ, amit Trianonban meghúztak, az, hogy az nem volt egy konstruktív megoldás. Mihez nyúlnak vissza? Valójában visszanyúlnak az első bécsi döntés, meg a második bécsi döntésnek a vonalái. De a probléma micsoda? Hát a probléma az, hogy például a Csehszlovákia, amelyik immár másodszor csúszik be a győztesek oldalára, vagy Jugoszlávia, aki a győztesek oldalán fejezi be a háborút, mégse lehet azt mondani nekik, hogy hát itt van, ti győztetek, és mégiscsak a vesztes Magyarország javára határmódosítást hajtunk végre. Tehát ezek ilyen nagy problémák. Ugye a magyar-román relációban ott alapvetően három alternatíva forog. Az egyik az, hogy az egész Erdély vissza Romániához, egész Erdély esetleg vissza Magyarországhoz, vagy létrehozni egy önálló Transzilvániát, egy önálló Erdélyt, és azt kantonokra felosztani. Magyar kantonokra, román kantonokra és vegyes kantonokra. Ezek az elképzelések. Na de mi dönt? A döntő szó az, hogy ezt a térséget a Vörös Hadsereg, a Szovjetunió foglalja el, veszi birtokába. És annak érdekében, hogy Románia egyszer és mindenkorra lemondjon Beszarábia és Észak-Bukovinai igényeiről, ezt megteszi ugye a fegyverszüneti megállapodásban Románia, ezért gyakorlatilag a szovjet politika az első pillanattól kezdve Erdély teljes visszaadását javasolja, és emellett ki is áll ugye, Románia mellett, és ez kerül sajnos az 1947-es békeszerződésbe. Igen, is. És akkor 1989-ig csak suttogva, esély nélkül beszéltünk a határrevízióról. Azt hiszem, hogy ez az időszak bármennyire is érdekes, de abból a szempontból, hogy kevéssé fontos, mert hogy tehát az esélyünk nem volt. Otthon beszélgettünk róla, voltak természetesen próbálkozások, de leginkább szamizdat formájában. Hát ugye a határmódosításról szó sem volt, tehát arról szó sem esett. Magáról a kérdésről, tehát Trianonról, de tovább megyek itt, már a határon túl maradt magyarságnak a helyzetéről ugye sem lehetett beszélni. Az internacionalizmus gondolata mindent elnyomott. Az internacionalizmus jegyében a népek egymással barátságban élnek, egymásnak ugye vál-vál vetve építik a szocializmust és a kommunizmust, és valójában ott nem lehetnek ilyen problémák. Aki ilyenekről beszélt, hogy kisebbségi kérdés, az valójában megkapta a nacionalizmus, sovinizmusnak a vágyát, szilenciumot kapott, elhallgattatták, ismerősek, ma már ismertek ezek a történetek. Tényleg, otthon lehetett beszélni, otthon szűk körben, szűk baráti körben, szűk értelmiségi körökben. Hát, de utazni se nagyon lehetett. Hát emlékezzünk vissza, hogy micsoda tortúra volt átlépni a magyar-román vagy a magyar-csehszlovák határt. Kárpátaljára nem is lehetett egyénileg utazni, ugye az egyik, hogy Szovjetunióban, csak szervezetten, de a Kárpátaljára még szervezetten se lehetett utazni. Jugoszláviába való utazás, hogy a délvidéki magyarsággal valami kapcsolatot tartani, az is meglehetősen nehéz volt. Évente egyszer lehetett Jugoszláviába eljutni, akkor is a magyarok legtöbbje megpróbált ugye az Adria felé haladni. Tehát egyszerűen olyan bilincsben volt a magyarság ilyen szempontból, és a hivatalos politika meg nem is vállalta ezeket fel.
az internacionalizmus jegyében, hát az 50-es években egyáltalán, a Kádár rendszerben is ugye elterjedt aztán később ez a híd szerep, hogy hát a nemzetiségek azok gyakorlatilag hidat képeznek a két nemzet között. És akkor erre mondta annak idején néhány kollégám, hogy hát igen, ám, de hát milyen az a híd, amelyiknek az egyik pillérét millióan tartják, a másikat meg néhány ezren. Tehát az a nemzetiségi politika, az a szőnyeg alá söpört nemzetiség, vagy egyáltalán politika, amelyet a rendszerváltoztatás vagy rendszerváltás előtti éveket, évtizedeket jellemezte, az egy nagyon-nagyon szomorú időszaka ennek a kérdésnek. A rendszerváltás viszont meghozta egyik oldalról azt a lehetőséget, hogy igenis el lehetett már tárgyalni, lehetett beszélni róla, kialakult a köznyelvben is, hogy ismét kimondhatjuk, hogy Kárpátalja délvidék, felvidék, Szabadkát Szabadkának mondjuk, nem folytatom ebben az értelemben. Viszont melyek voltak azok a kulcsmomentumok, azok az alapelvek, amelynek mentén ma is gondolkodhatunk a magyarságról, mint összkárpát-medencei hazáról? Hát ne felejtsük el, itt az egyik kulcskérdés maga, hogy 1990 tavaszán a választások, az MDF által megnyert választások éjszakáján, amikor a még miniszterelnöki pozícióban nem lépő Antal József, későbbi magyar miniszterelnök, ugye azt mondta a nemzetközi sajtótájékoztatón, hogy lélekben 15 millió magyar miniszterelnöke kívánok, vagy szeretnék lenni. Most ez valójában egy új irányt, egy új stratégiát, egy új nemzetpolitikát fogalmazott meg. Tehát az, ugye, és úgy lehetett érezni, bár ugye Antal rendkívül sok kritikát kapott már a hazai ellenzéktől is, meg a külfölditől is, ezért a mondatáért, de ne felejtsük el, hogy valójában körvonalazódott a magyar külpolitikának egy olyan konszenzusa, amelynek ugye azok voltak az alappillére, hogy természetesen az európai integráció felé törekszünk, az európai közösség, majd az Európai Unió, illetve a NATO felé, de szomszédságpolitika és kisebbségvédelmi politika, és az összmagyarság érdekében való politika. Na most, ahogy telt az idő, ahogy haladt a rendszerváltoztatás folyamata, és jöttek kormányok egymás után, úgy látszott nagyon szépen és bontakozott ki, hogy a két politikai pólus, tehát a magát nemzeti, konzervatív, jobboldalinak tartó kormányzatok máshogy viszonyulnak ezekhez a kérdésekhez, mint a balliberális kormányok. A balliberális kormányok, ma már ez teljesen egyértelmű, mindent alárendeltek az európai integrációs csatlakozásnak, az Európai Unió, NATO csatlakozásnak, mindent. És ugye tegyük gyorsan hozzá, hogy a nyugati közvélemény, és egyáltalán a nyugati politika, az európai vezető politika, mondhatjuk, a brüsszeli politika, úgy látta, hogy csak egy olyan Magyarországot szeretne látni ebbe a nyugat-európai integrációba, amely nem emeli be azokat a problémákat, azokat a gondokat ebbe az európai integrációba, amely gondokat egyébként az ő elődeik okoztak és generáltak 1920-ban, meg 1946-ban. Ugye ezért volt az, hogy a balliberális kormányzatok valójában, amikor felsorolták a magyar külpolitika prioritásait, akkor valójában a határon túli magyarság kérdése, a szomszédságpolitika kérdése, az háttérbe szorult, és ezek alárendelődtek az európai integráció kérdésének. Ezzel szemben a jobb közép és magát nemzeti külpolitikának kormányok, ők azt mondták, hogy fontos, nagyon fontos az európai integráció, de az összmagyarság érdekében másfajta politizálásra van szükség, más nemzetpolitikát kell folytatni, más szomszédságpolitikát kell folytatni. Hát ezek azok a surlódási pontok, nem is surlódási, kőkemény, konfrontációs pontok, amelyek beleviszik például a magyar társadalmat abba az ominózus népszavazásba, ugye a kettős állampolgárságról szólt az előterjesztés, a népszavazás, az, hogy foglalkozzon-e a magyar országgyűlés a kettős állampolgárság kérdésével. Tehát emlékezzünk vissza, hogy hogy megosztotta ez a magyar társadalmat? Hogy szétszakította ez a magyar társadalmat? És akkor úgy látszott, hogy évekre ez a kérdés, akár évtizedekre ez a kérdés a magyar-magyar viszonyt is megmérgezheti.
Emlékezzünk vissza. Emlékezzünk vissza mondjuk az 1998-2002 közötti első Orbán kormánynak azokra az intézkedéseire, amelyek a határon túli magyarság érdekében, magyar igazolvány, kedvezménytörvény. Jött 2002-ben abban a liberális kormány, ennek a homlok visszavontak mindent. Tehát ez a kérdés, mint egy ilyen vérvonal húzódik itt gyakorlatilag 1990-től 2000-ig. És hát valójában a kötet utolsó évszáma ez a 2010, és nem véletlen, hogy ez egy mérföldkő. Én is azt gondolom, hogy ez egy mérföldkő, mert ugye a 2010-ben kormányt alakító Fidesz-KDNP koalíció egyik első fontos döntése volt, először a kettős állampolgárságról szóló jogszabálynak a törvénybeiktatása, és milyen érdekes, hogy ami néhány évvel korábban még éles csatákba és politikai konfrontációba vett, itt ez nagyon szépen megért az idő erre politikailag, nagyon szépen keresztül ment 2010-ben, bocsánat. És ugye ennek mint egy folytatása lett a nemzeti összetartozásról szóló törvénynek a beterjesztése, amely valójában egy mindössze 5 paragrafusból álló rövid jogszabály. De ha valaki elolvassa azt a bevezető részét, a preambulum részét, és azt az 5, valójában 4, mert az 5. a hatályba léptető rendelkezés, azokat a paragrafusokat, akkor megérti valójában, hogy ennek a törvénynek mi a lényege. Az, hogy minden magyar ér felelősséget vállal. Igen, én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a döntés kiállítása még volt, előtte a beszélgetések zajlottak, és számtalan vendégem előtt, ezekből a részekből olvastam fel a közönségnek és a vendégeimnek is. Természetesen a preambulumból, hiszen a jogszabály ilyen értelemben a közkincs ugyan, de kevéssé érdekes. És azt vettem észre, hogy az emberek még most is elérzékenyülnek, amikor ezt olvassák, nem különben, ha ezt a határainkon túl magyar közösségben kerül szóba. Ez pontosan így van, nekem alkalmam van többször határon túli területeken előadásokat tartani, találkozni ottani hazánk fiaival, nemzettársainkkal. Mindenki elérzékenyül, amikor ehhez a kérdéskörhöz érünk, a nemzeti összetartozásról szóló törvényhez. És gondoljunk be abba, hogy ugye az utódállamaink, a környező, akikkel egyébként ugyanaz az integrációban is vagyunk, valójában az elmúlt 80-90-100 évben arra vannak szocializálva, hogy a magyar politika mindig revíziót akar. Valamilyen úton, módon, de előbb-utóbb a revízió fog megjelenni. És ebben a törvényben nem ez van. Ebben a törvényben az van, hogy itt van egy összmagyarság, egy kárpát-medencei összmagyarság, és ez a kárpát-medencei összmagyarság egy egységes nemzetet, a magyar nemzetet alkotja. És ennek a nemzetnek a boldogulását kell elérni. És azok a megoldások, amelyek kínálkoztak 1920 és 2010 között, azok nem vezettek eredményre. Nem vezettek eredményre. Hozzáteszem gyorsan, hogy akár Pozsonyt, akár Bukarestet nézzük, akár Belgrádot, nem is tudnak ezzel a politikával valójában, ezzel a magyar politikával mit kezdeni. Nincsenek erre felkészülve valójában. És azt gondolom, hogy ez így van jól, és hát én csak reménykedem benne, hiszen sorstársaimmal együtt már nem a Csonka Magyarország nem ország, Nagy Magyarország, tehát ezt már feledjük el végre, viszont az nagyon is fontos, hogy bármerre járunk a határainkon túl, a magyar közösségek biztonságban élhessenek, gyakorolhassák magyarságukat nyelvükben, kultúrájukban egyaránt, és azt hiszem, hogy egy ilyen kötet nagyon sokat segít ebben megérteni ezt a történetet, és nem kell túl gondolnunk, és itt most nem politikai pártok másként gondolkodásra utalok, hanem sokkal inkább arra, hogy értsük meg azt az üzenetet, amit ebben a kötetben megfogalmaztál, és ezt nagyon köszönöm valamennyi olvasó nevében. Én köszönöm az érdeklődést. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Vendégem Vízi László Tamás volt, a Sérelmi politizálástól a nemzeti összetartozásig című kötet. Keressék a könyvesboltokban, megéri elolvasni. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!